Kedves hallgatóink, a következőkben ismét megnyitjuk a női fortéjuk kamráját, és ezzel olyan, mintha műsorcímet loptam volna magamnak, pedig nem erről van szó, hiszen a műsoróra vendége Vidó Judit holisztikus tanácsadó, a női fortéjuk kamrájának kitalálója, tulajdonosa, gondozója, sok mindent mondhatnék rá, sok szeretettel köszöntelek ma is. Én is köszöntelek, meg köszöntöm a rádióhallgatókat. Azok kedvére, akik nem hallották az első beszélgetésünket, egy kicsit idézzük fel, hogy mi is valójában ez a női fortélyok kamrája, és milyen célra jött létre. Az alapcél az volt, hogy egy női közösséget kezdjek el építeni annak érdekében, hogy mindenkinek van olyan tudása, amit szívesen megosztan, amivel tudja a nőtársait segíteni, előrébb lépni. És aztán úgy fejlődött tovább a dolog, hogy elkezdtem vendégeket meghívni, akik speciális tudást, speciális témát hoztak egy-egy fortélyokra, és gyakorlatilag bár a közösség az még lassan épül, de azért szépen szivárgunk be a köztudatba, vannak visszajáró vendégeink, érdeklődőink, és gyakorlatilag itt egy cél van, hogy a mai világban nőként minél könnyebben, rutinosabban, fortélyosabban tudjunk működni. Igen, ez is egy kérdés, hogy vajon mi kell egy nőnek ahhoz, hogy jól tudjon működni. milyen ismereteket kéne tudnia? Nem lehet, hogy az első és legfontosabb a női megérzés. De nagyon-nagyon fontos a női megérzés, de ugye rengeteg szerepbe kell helytálni egy nőnek. És ezt összeegyeztetni, hát komoly bűvész mutatvány, vagyis hogy taktikák és fortélyok nélkül hogy mondjuk a párunk az úgy idomoljon hozzánk, hogy segítse a mi tevékenységeinket, és közben még jól is érezze magát, nem könnyű. A gyerekeket is néha Fortéosan kell rávenni olyan dolgokra, ami számukra jó és hasznos, csak mondjuk nekik egyből ez nem világos. Úgyhogy, és hát gyakorlatilag a, a külsőnkhez is kellenek fortéljok, hogy minél tetszetősebbek legyünk, ö, minél jobban el tudjuk magunkat fogadni, tehát hogy ezek mind-mind-mind fortélyok, mind, mind és ugye az idő az véges, energia véges, tehát, hogy muszáj egymástól tanulni, hogy akinek van egy jó megoldása, az ossza meg, hogy hogyan kell csinálni, és biztos fog ő is kapni mástól egy másik fajta megoldást, mert van, aki ebben működik jól, van, aki abban működik jól, de fejlődni bármilyen téren lehet és szabad, pláne, hogyha van hozzá egy mankó, hogy hogy kéne. Azért lehet nagyon jó ez a kezdeményezés, mert ugye az, hogy hogy neve egy gyereket, megírják szakemberek egy könyvben. Még azt is megírják, hogy mitől jó egy kapcsolat, de szerinted lehet könyvből gyereket nevelni, vagy egy kapcsolatot fenntartani? Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy, egy érdekes tükröt tart, vagy inspirációkat adhat egy könyv, de hát ahány gyerek, ahány szülő, annyiféle, tehát, hogy sablonok az, azért vannak, hogy eligazodjunk az életbe, de hogyha sablon alapján akarunk működni, akkor sehova nem fogunk jutni. Tehát ez segít az eligazodásba, de mindig egyedi esetek vannak, egyedi emberek, tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy igazándiból nem. Tehát ő senki nem orvosi ló, tehát hogy így. Igen, és ez abból a szempontból is érdekes, hogy nem is lehet minden nőre ráhúzni ugyanazt. Tehát lehet, hogy egy bizonyos forté, ami egy hölgytől jól működik, egy másiknál rögtön átlátszó lenne. Ez így van, ezek inspirációk. Vizsgáljuk meg a dolgot abból az irányból is, ami számunkra izgalmas, azt vegyük ki, rágjuk át, tegyünk magunkével, amelyik része meg nem a miénk, azt engedjük el. Tehát, hogy ez csak egy, egy lehetőség, hogy akár így is lehetne, aztán majd kipróbáljuk, hogy nálunk működik-e vagy nem. Nyilván az is izgalmas, és hát talán az irodalomban, talán a filmekben, talán a regényekben, és talán a színdarabokban látunk rengeteg példát arra, hogy a hölgyek hogy tudják irányítani a férfiakat, de a történelemben is láthattunk erre példát. Ami ritkábban jelenik meg, az a, hogy irányítsuk a gyermekünket, főleg, ha netán gyermekünk kamasz rettenetesen nehéz időszak, és nagyon sokáig tart. Erre a kamasz dologra mindjárt visszatérünk, mert ez nekem is egy nagyon szívügyem, de hogy a történelmet említetted, ugye a következő fortélyokban pont a klasszikus zene szárnyain keresztül fogjuk a szerelmeket, szenvedélyeket, férfi-női viszonyokat, muzsákat, tanulságokat leszűrni úgyhogy amit élőzen is klasszikus zongora játék fog kísérni, és Miniska Mónika zongora művész fogja tolmácsolni. Ő elmélyült nagyon komolyan, mint zongora művész és mint karmester a zenetörténelembe, és önmagában a műveket szerzőknek szerelmi életébe, hogy megértse, hogy milyen mű, milyen motiváció, milyen környezetben Keletkezett, és ebbe rengeteg jó gondolat van. Nekem az egyik kedvencem, amivel nagyon megfogott, az a Kármen a szerelmi háromszögénél, amikor a katonatiszt udvarol a Kármennek, és a Kármen tudja, hogy hát ez neki egy ezt a kapcsolatot nem lehet olyan keményen lezárni, hiszen ebben neki vannak jó dolgok, lehetnek számára, de hát nem szerelmes a, a, az úriemberbe, és hát úgy utasítja vissza a rendezvú ajánlatot, ami nekem nagyon fort, hogy hát ma biztos nem. Talán majd holnap. Na, de ma biztos nem. De hát, hogy az, ahogy, az, ahogy nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy nem lezár, de aznapra konkrétan jelzi, hogy ma nem. Tehát, ugye... <laughs> Mind a mellett azt is elmutatjuk, hogy a legszebb zenei műveket a, a szerelmi bánat ösztönözte, azaz motiválta. Ez igaz, bár én akarom hinni, hogy a beteljesült szerelmekből is gyönyörű dalok születnek. Tehát, hogy nézzük csak, hogyha egyszer a, a, a nézzük, tehát, hogy nagy, tehát nagyon nagy dolgokat lehet kapni a zene által. A lelkünk nagyon sokat inspirálódhat, töltődhet tölt, tőle. Nos, tehát ez lesz a következő. Egyébként az mikor lesz ez a... Ez február 23-án, szombaton délután 4 órától lesz izgalmas témával, és azért ez nem csak az izgalmas téma miatt, hanem, hanem a zene miatt is egy kellemes kikapcsolódás lehet. Térjünk vissza a kamaszainkra. Kamaszokra. Mikortól számoljuk? Mi, melyik korral foglalkoztál te? Mert ugye van a kis kamaszkor, a nagy kamaszkor, és hát valahogy én úgy látom, hogy felnőtt korba is tud kamasz lenni még az a gyerek. Ez, ez így van. Megmondom őszintén, hogy én a 15 fölötti korosztályra számítok, gyakorlatilag az ő agyuk már nem annyira szivacs, mint a kiskamaszok, akik mindenfélét magukba szívnak, aztán majd lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami. 15 éves kor fölött azért már megjelenik nagyon sokszor az, hogy mi szeretnék lenni. De úgy igazándiból, tehát nem az, hogy izé vezető meg rendőr, meg, meg kukáskocsi is, vagy szal, hanem amikor már úgy tényleg elgondolkodik az ember, hogy hova tart. Van, akinek választod erre az iskola rendszer, tehát megtalálja ott azokat a témákat, amiben ő jól boldogul. De hát vannak emberek, akik nem, akik sokkal kevésbé találják az utat, mert nem nekik vannak kitalálva a tantárgyak, az iskola nem olyan kompetenciákat vizsgál, keres, amiben ők sikeresek tudnának lenni, úgyhogy gyakorlatilag, a, ez a kamasz tréning, amit én csinálok, ez nem egy iskola ellenes történet, hanem inkább egy kiegészítő tevékenység, hogy azok is megtalálják, hogy mi van bennük, mi az ő erősségük, akik ö, inkább kudarcokat éltek meg eddig a tanulmányaik során, és én szeretném megmutatni, hogy ez nem probléma, ez azt jelenti, hogy neked más utad van, és szeretném, hogyha nálam elindulnának ezen az úton, ami az övéké. Egy 15 és 17 éves kamasz esetében egyáltalán már az is eredmény, ha föl tudjuk hívni arra a figyelmét, hogy ez mennyire komoly dolog, és hogy erre figyelmet és energiát kell fektetni. Így van, de én egészen, tehát 20 évesek, 22 éves korig határoltam be a dolgot, és nem azért, mert én is azt gondolom, hogy 22 fölött is bőven vannak olyan kamaszok, akik keresik az útjukat, de hogy ne legyen túlságosan nagy a korosztálybeli szórása, mert egy csoportmunka folyik, itt nyolc fős csoportok dolgoznak, és ahhoz, hogy a kommunikáció megfelelően tudjon működni, mert itt csoportmunkák, egyéni munkák ugyanúgy vannak, nem mertem szélesebbre hagyni a spektrumot. Gondolhatok én erre úgy, hogy valamiféle önismereti tréning? Tehát hogy a, a, gyermek, a kamasz önmagát kell, hogy megismerje ahhoz, hogy, hogy tudja, hogy merre induljon el. Így van, T tökéletesen ráéreztél. Úgy egyébként ez egy modulrendszerbe felépülő ö, képzéssorozat lesz, ahol azt gondolom, hogy mindennek alapja az önismeretet. Amíg nem, nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, mi az erősségünk attól a pillanattól kezdve, hogy tudom, mi az erősségem, tudom, mire fogok építeni. Nem kell sok erősséget megtalálni magunkba ahhoz, hogy boldogulni tudjunk. Mondjuk nekem kettő erősségem van, én kitartó és kreatív vagyok, ez az én két erősségem. Ez számos ponton lehet számomra jó. Tehát igen, nálam úgy kezdik a dolog, hogy önismeret. Egy ilyen projektmunkán keresztül, Adott témára felfűzve kezdjük el megismerni magunkat önmagunkhoz képest, a csoport tagjaihoz képest, a világról való gondolkodásunkhoz képest, aminek az eredményeképpen ö, létrejön egy lenyomat, hogy kik vagyunk mi, és miután megvan a tréning, utána mindenkinek van egy egyórás személyes beszélgetése, mert hogy ami nekem evidens, hogy mi mit segít, melyik tulajdonság, azért egy kamasz fejében nem biztos, hogy úgy összeáll. Tehát, hogy segítek rámutatni az összefüggéseket, hogy mi hova vezethet, mit hogyan érdemes fejleszteni, mire érdemes figyelni, és ez már egy ilyen nagyon privát személyes beszélgetés. Most elgondolkoztam azon, hogy ha valakiről kiterült. Például most mondjuk azt, hogy ez nem te vagy, hanem egy kamasz, akiről kiderül, hogy kreatív és kitartó. Egy ilyen önismereti tréning alapján ő is, hát először is ő kell, hogy erre rájöjjön, hogy ő egy olyan típusú ember. Gondolom én, mert akkor fogja tudni beépíteni Pontosan. az életében, mert nem elfogadnia kell, hanem magától kell, ezzel tisztában lenni. Ez egy fontos dolog. Gondolom én. Abszolút. Ugye a legborzasztóbb az, hogy ez a pigmelion effektus, amikor a környezetünk ránk süt egy bélyeget, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, és mi ezzel szerint kezdünk el működni. Úgyhogy én azzal is kezdem mindig a, a tréninget, hogy felejtsd el, hogy ki mit mondott. Egy fontos dolog van, hogy te hogy gondolkodsz bizonyos témákról, te mit érzel azzal kapcsolatosan, és, és hát nagyon sok olyan feladat van, amiben rájönnek, hogy amit nem gondoltak magukról, az is van. Tehát, tehát hogy nekem, ezek mind személyes élményeim, tehát, hogy az ember sok mindent hall, és nem is gondolja végig, hanem elfogadja. Hát itt most nincs, itt, itt, nincs elfogadás, itt próba van, gyakorlatok vannak, ahol kiderülnek ezek a működések. Egyébként ebbe az az érdekes, és ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ez a felnőtteknek is hasznos lehet, mert nagyon sok felnőtt lehet, hogy már rég dolgozik, lehet, hogy már rég karriert épít, de még mindig nem élte meg azt, amit te most a kamaszoknak fel. Kínálsz. Hát gyakorlatilag igen, tehát hogy dolgozik-e valaki, vagy pedig hivatása van, amit szenvedéllyel tud csinálni, hatalmas nagy különbség. Tehát, hogyha az ember olyan munkát tud végezni, ami, amivel észre se veszi, hogy most épp dolgozik, vagy szabadidőn van, vagy tehát amikor, amikor a szenvedélyét tudja megélni, önmagát tudja megélni, gyakorlatilag a saját alkotási folyamatát éli meg valamibe, annál ö, csodálatosabb nincs. És pont ma reggel jutott ezzel kapcsolatba eszembe egy gondolat, hogy egyre több piperköc férfi van. És ezt mindenféle rosszaság nélkül mondom, de hogy a, szerintem ennek a legfőbb oka az, hogy a férfi ember régen alkotott. Alkotott akár a sufniba, készítette egy egy, egy ülőkét, vagy megszerelte az autót, vagy szóval volt egy csomó olyan tevékenység, ami őt lekötötte. Ma erre nagyon keveseknek van lehetősége, mit tud alkotni saját magát. Ugye, hogy vagyok fölöltözve, hogy áll a hajam, milyen a szakállam. Tehát, hogy ez egy pót cselekvés valahol nekik, és nem, -e, ö, persze a divat irányzat meg a média, biztos, hogy nyom rájuk egy bélyeget, de gyakorlatilag lehet, hogy azért nyomja a média ezt, hogy egy helyettesítő terméket kínál, hogy... De amikor valaki belemélyed egy munkába, és legyen ez férfi vagy nő, akkor a külsőségek egy picit háttérbe szorulnak, mert ott akkor egy belső munka folyik, amikor nem érdekes, hogy tréningnadrágba ültem a, a számítógép elé, vagy a, a, a virágágyást. Ö milyen, sminkbe vagy nem sminkbe csinálom, tehát hogy, hogy, azt mondom, hogy ez, hogy nagyon átolottunk a külsőség felé, ennek az egyik hátterében az van, hogy egyre kevesebben végeznek alkotó hanem egyre inkább egy rendszerbe beilleszkedve, elfogadva éljük az életünket, ahelyett, hogy magunkba, magunkból hoznánk ki valami pluszt. Azért itt most nagyon-nagyon kérem a férfiakat, hogy ne értsék félre, amit Judit mondott. Igen, és legyenek ápoltak és gondozottak. Erről szó nincs, csak nem kell átesni a ló túloldalára, inkább erről szól a dolog. Így van, tehát én is szeretem, hogyha egy pasi jól néz ki, tehát véreértés ne essék, De az biztos, hogy nekem az is tetszene, hogyha néha egy kicsit olajosan a, a, jönnének ki a szerszámos kamrába, és mondaná hogy megszereltem neked ez drágám, vagy szóval. Tehát, hogy én erre értem inkább. Tehát, hogy ne, tehát Nekem az is nagyon férfias tudna lenni. Azt hiszem, hogy ez a legjobb alkalom arra, hogy tartsunk egy kis szünetet, aztán visszajövünk és folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen nagyon érdekes dolgokról van szó.